első és a legfontosabb, hogy mindig olyan fajtát válasszunk, amelyik kis helyen terem, lehetőleg csüngő fajta legyen, hiszen akkor az indák végén is tudja hozni a termését. A másik nagyon fontos, amikor eper palántát választunk, hogy lehetőleg, hogy főleg, hogyha kis helyünk van, akkor folyton termőt választunk, hiszen ez akár szeptember végéig is tudja hozni folyamatosan a gyümölcsöket. Hogyha megvannak az eper palánták, akkor nagyjából úgy számoljunk, hogy egy palántának körülbelül egy olyan 20x20-as helyre legalább szüksége van, hogy szépen teremjen. Tehát, hogyha van egy nagyobb balkonládátok, ami lehetőleg mély is, akkor körülbelül olyan 3-4 palántánál többet nem érdemes beletenni. Mire kell figyelni majd a balkonláda feltöltésénél? Az epernek a gyökere egyébként nagyon érzékeny a rothadásra, ezért ne fullon töltsük virágfölddel, hanem az aljába tegyünk kavicsot vagy ágakat, egy kicsit rétegezzük, pontosan ugyanúgy, ahogyan a magas ágyásnál szokás. És a tetejére kerüljön jó minőségű virágföld, palántaföld. A másik, amire figyelni kell, hogy hova tesszük az epret, az epres balkonládánkat, legalább egy olyan helyet válaszunk a teraszonban vagy az erkélyen, ahol legalább 6-9 óra napfény éri, és természetesen nem szabad elfelejtkezni az öntözésről sem, mindig figyeljünk arra, hogy nedves legyen a földje. Hogyha ezekkel megvagyunk, akkor már szépen hozza, főleg ebben a tavaszi időszakban, a szép időben az eper a virágokat, aztán a termését, azonban ne felejtkezzünk el arról, hogy balkonládával dolgozunk, és a balkonládának limitált a tápanyag utánpótlása, hiába raktunk az aljába mondjuk komposztot vagy ágakat, éppen ezért fontos a folyamatos utánpótlás, tápanyag utánpótlás, jelöljünk ki a héten, mert hetente egyszer ezeknek a tápanyagigényes növényeknek azért szüksége van tápoldatra, egy napot, amikor főleg a virágzás, illetve a termés érési időszakban meglocsoljuk őket ezzel a tápoldattal. Mindenkinek természetesen megvan a maga kedvence, én ebben már belekevertem. Használhatunk zöldségtápoldatot, illetve általános tápoldatot is, és figyeljünk arra, hogy hetente egyszer meglegyen ez a tápanyag utánpótlás, mert ezáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy sok epret hozzon a növényünk, és folyamatosan hozza a virágokat, és bőséges legyen a termés. Hogyha ezeket mind betartjuk, és mind odafigyelünk, akkor gyakorlatilag egész nyáron bőséges eper termésben lesz részünk. Hogyha eddig nem tettétek, kövessétek az Édenkert TV YouTube csatornáját, iratkozzatok fel hírlevelünkre, és látogassatok el Facebook oldalunkra is.